Elszenesedett gerendák jelzik, hogy 2 nappal ezelőtt még volt teteje a háznak, a feketére égett cserépdarabok most egy nagy halomban hevernek az udvaron, az ablakok porig égtek, a falakon korom jelzi a tűznyomait, a lángok vasárnap hajnalban csaptak fel a Kömlődi utcában élő 60 év körüli férfi otthonában. Hogy megpróbált-e kimenekülni az égőházból, azt egyelőre nem lehet tudni, a tűzoltók már csak a holttestét találták meg. Füstöt láttam. Csak füstöt, hömpölygött erre lefelé. Varga Lászlónél, akik a kiégett házzal szemben, először ő figyelt fel a bajra. A kéményben láttam a füstöt. Mondom, hát ez a gyerek egész télen nem tüzelt, akkor most gyújtott be ilyen korán. És akkor lejjebb jöttem, és akkor láttam, hogy hosszába, amilyen hosszú a tető, úgy füstölt. Később hatalmas lángok csaptak fel a tetőből, a szemben lakó szomszéd azonnal hívta a tűzoltókat. A lángok megfékezéséhez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik az épület átvizsgálása közben egy férfi holttestére bukkantak az egyik helyiségben. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét végzett, a tűz keletkezésének okát és körülményeit ugyanis tűzvizsgálati eljárás során vizsgálják kollégáim. Mentők, rendőrök és tűzoltók veszik körbe a tolószékes férfit az udvaron, még tavaly októberben készültek ezek a felvételek. A hatóság rendszeresen járt ehhez a házhoz, a szomszédok szerint ugyanis a bentlakó sokszor csinált téves riasztást. 2 naponta jártak ki a tűzoltókból a katasztrófavédelmisek, egyszer meteorit csapott be, egyszer mi is volt, földrengés. Tehát ilyen ürügyel kihívta őket. A vasárnapi haláleset okait a rendőrség is vizsgálja, azt közölték, hogy közigazgatási hatósági eljárás indult.